Munkavédelmi és munkaügyi nyíltnapot tartottak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában szerdán. Ezen szó esett a munkaügyi ellenőrzések szabályairól, az egyéni védőeszközök használatáról. De hallhattak az aktuális jogszabályi háttérről is az érdeklődők. A rendezvényen mintegy 60 munkaügyi képviselő vett részt különböző megyei foglalkoztatóktól. Hiszen a munkavédelmi képviselők az egyik legfontosabb munkabiztonsági érdekvédelmi képviselet a cégek életében, ahol végül is ők kell tudomást kell, hogy szerezzenek ezekről a különböző védőeszközökről, a munkabiztonsági folyamatokról, ami alapján a munkavédelmi szakemberrel, a cég vezetésével közösen ki tudják alakítani a dolgozóknak a biztonságos munkavégzését és a munkakörülményeit.